Üdvözlök mindenkit, én Léber Jád vagyok, és 2000 óta foglalkozok én online marketingről, az utóbbi években pedig a közösségi marketing és a Facebook volt az, ahol a saját magam is, illetve a cégünk is egyre több fajta segítséget próbál nyújtani azoknak, akik ezen az érdekes területen mozognak, vagy szeretnének mozogni. És most is ebbe az irányba fogom menni, ha már az egész nap témája a közösségi marketing. Ebből szeretnék néhány tippet, meg néhány példát mondani, amit remélem, hogy gyakorlatban is lehet már alkalmazni, akár már a ma estétől kezdve. De mielőtt ebbe belecsapnánk, először egy kicsit távolabbról kell, hogy induljak. Szó szerint távolabbról, mert ez a történet, amivel kezdeni fogok, ez Amerikából származik. Ez a Target áruházlánc, aminek egy fotóját elhoztam, ez egy ilyen metrószerű ilyen áruházlánc Amerikában, és ott történt tavaly tavasszal meg az az eset, hogy egy férfi berontott az egyik, talán a Minnesota-i áruháznak az ügyfélszolgálatára, és hangos asztalcsapkodással az ügyfélszolgálat vezetőjét követelte. És hát ahogy illik, meg is jelent az ügyfélszolgálat vezetője, és a férfi rendkívül dühösen ilyen kuponfüzetet lobogtatott a kezébe, és az asztalra csapta, és felháborodtan mondta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy gondolja egy áruház, hogy az ő 18 évet alig betöltött kislányának olyan kuponokat küldözget, amiket egyébként ilyen terhes nőknek és fiatal anyáknak szokták küldözgetni, hogy képzel az áruház azt, hogy próbálja befolyásolni az ő kislányát abban, hogy már ilyen korán gyereket vállaljon, nyilván majd fog gyereket vállalni, de hát mindennek megvan az ideje, még tanulás, stb. Nyilván el tudjuk képzelni, hogy felháborodhat valaki egy ilyen esetben. És az ügyfélszolgálat vezető viszont nem értett, hogy mi történt, és nem is nagyon tudott mit válaszolni erre az egészre. És hát nyilván megígérte a kislány apjának, aki még úgy gondolta, hogy nem néz egy darabig nagyapai örömök elé, hogy föl fogja másnap hívni. Másnap föl is hívta telefonon, hogy miután kiderítette, hogy mi történt. Fölhívta telefonon az úriembert, aki már közel sem volt annyira mérges, sőt szégyenkezett az előző napi viselkedés miatt. Főleg azután, hogy bevallotta, hogy ő este beszélt utána a kislányával, és kiderült, hogy valóban terhes kislány. Mi történt itt? Az áruházlánc az korábban tudta meg egy emberről, vagy egy családról gyakorlatilag, hogy egy kisbaba fog érkezni, mint a családnak a nagy része, egészen közvetlenül a nagyszülők is később értesültek róla. Gondolat, hogyan értesülhetnének erről, vagy hogyan tudhatná meg ezt egy áruházlánc? Nyilván gondolhatnánk arra, hogy egy ilyen Google Docs-szerű valamit kitöltöttek a kislányjal, és bepipált, hogy teres, de nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy a Target áruháznáncnak van egy ilyen ügyfélkártyája, meg ilyen lojalitás programja, amiben ugye az összes vásárlást regisztrálják, és a vásárlási szokásoknak a változására dolgozott ki a Target áruháznánc egy olyan programot, aminek a segítségével ezt az eseményt, amikor egy családba kisbaba érkezik, csak a vásárlási szokások változása alapján tudták jelezni. Most el kell, hogy mondjam, nem csak a külföldön szokás az, hogy ilyen programok léteznek, Magyarországon is a nagy kártyaszolgáltatók, nagy cégeknek is megvannak ezek a különböző vásárlói kártyáik, amivel szintén a direkt marketingüket, illetve a marketing tevékenységüket pozícionálják, illetve finomítják. Hogy kerül ez ide, teljesen offline példa, semmi köze a közösségi marketinghez. Mégis azért gondoltam, hogy érdemes ezzel kezdeni, hogy egy kicsit elültessen mindenkibe azt a gondolatot, hogy bárhol mozgunk mi a világban, online és offline közegben, teljesen mindegy, hogy hol mi nyomokat hagyunk magunkról. Az offline világban, vagy hát ebben a félig offline világban, amikor digitális kártyákkal fizetünk, vagy ilyen bankkártyákkal fizetünk, itt ilyen konkrét nyomokat, például a vásárlásainkkal. Amikor pedig online világba megyünk, akkor pedig egészen másfajta nyomokat hagyunk. Bármilyen weboldalra bemegyünk, és ma is volt már erről szó, hogy weboldalakon különböző ilyen tetszik gombok, plusz egy gombok, Twitter gombok, és mindenféle egyéb gombok vannak fönt a weboldalakon. Ezeket ugye azért rakjuk ki, és azért javasoljuk általában mindenkinek, akinek weboldalon, hogy használja ezeket, mert plusz forgalmat remélhetnek ettől a weblapok, hogy rákattint valaki a megosztás gombra, rákattint valaki rákattint valamilyen gombra, és ennek köszönhetően a közösségi hálózatokban megjelenik nekünk a tartalmunk, és ennek köszönhetően új emberek fognak hozzánk eljutni. De fontos tudni, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy hozzánk új emberek fognak eljutni, ez gyakorlatban azt is jelenti, hogy mi egyfajta kémkedésben segítjük ezeket a közösségi hálózatokat. Csúnyán hangzik, de valójában erről van szó, hogy ezek a közösségi hálózatok mindenkiről mindenféle információt rögzítenek. Azt, hogy melyik weblapon jártunk, akár bejelentkezés nélkül is, azt, hogy hol nyomtuk meg a like gombot, ezeket mind-mind a mi profilunkat bővítik ezekkel az információkkal, azokat a profilunkat, amiket egyébként mi adtunk meg. Hiszen én belépek a Google Plus-ba, akkor a Google Plus-ba belépés után már
kitöltöm az adatlapomat, vagy a Facebookba, ahogy belépek, ott is kitöltöm az adataimat, és hogy a Facebookon belül lájkolgatok különböző Facebook oldalakat, kommenteket, stb. Egyre több adatot tudnak rólunk. Valójában sokkal több adatot tudnak rólunk ezek a közösségi hálózatok, mint a közvetlen családunk, vagy akár mi magunk szeretnénk esetleg, hogy tudjanak, sokkal több mindent tudnak rólunk. Miért érdekes ez? Ez azért érdekes, mert ezek az adatok, hogy hátulunk a másik oldalra, ezek nagyon hasznosak nekünk. Most ugye az egész nap az arról szólt, hogy hogyan tudjuk a közösség médiát a saját célunkra fordítani, és hogyan tudjuk az intézményt, a rendezvényt, az előadást, a koncertet, bármi egyéb számunkra fontos eseményt megtölteni esetleg emberekkel, eljutatni a híreket hozzájuk, és ebben bizony ezek az adatok, amiket az emberek önkéntelenül megadnak magukról, ezek sokat segítenek. Legfőképpen ezek egyébként a hirdetési megoldásokba segítenek, és ez még nagyon nem került ma itt szóba, pedig érdemes erről beszélni, hogy milyen hirdetési megoldások vannak itt elsősorban a Facebookon, mégpedig azért, mert költséghatékonyságról már volt szó. Facebookos hirdetések, ha okosan használjuk őket, akkor nagyon költséghatékonyak tudnak lenni. És úgy kell elképzelnünk ezt az egészet, hogy ha valaki vállalkozásként gondol a civil szervezetére, vagy az intézményre, vagy ha nem gondol vállalkozásként rá, ez teljesen mindegy, egy dolog biztos, ő versenyzik másokkal. Versenyzik azokkal, akik vállalkozásként, vagy magánszemélyként, vagy a Csaba által említett érdekes oldalakként fönt vannak a Facebook hírfolyamunkban, és ott kommunikálnak. Fontos, hogy mi is ott hasonló eszközökkel tudjunk harcolni, hogy egy kicsit bele kell, hogy menjünk ebbe a hirdetéses dologba is, de nincs ezzel semmi baj, pont a költséghatékonyságnak köszönhetően. De mondok most néhány példát, amit érdemes abba, aki szeretne erős megjelenést, érdemes használni például a hirdetés szempontjából, utána pedig fogok beszélni olyanokról is, aminek semmi köze adott esetben a hirdetéshez. Például, hogyha szeretnénk szervezni egy olyan rendezvényt, mondjuk itt Békésen, amelyik egy megadott korcsoportnak szól, akkor a Facebook hirdetésekkel a korcsoportok és a földrajzi adatok alapján tudunk megcélozni embereket. Békésen a Facebook szerint kb. 7800-8000 ember Facebookozik, őket meg lehet szólítani csak így globálisan is, de el tudunk közülük kezdeni válogatni is, hogy most csak a 35-50 közötti nőket, vagy csak a 18-25 közötti férfiakat. Ha valakinek olyan rendezvénye van, lehet ez kiállítás, lehet egy koncert, lehet bármilyen, akkor ezekkel az adatokkal őket már nagyon pontosan meg tudja szólítani, de ez csak az egyik lehetőség, a demográfiai lehetőség az csak az egyik lehetőség. Ezen felül nagyon hasznos például az, hogyha más oldalaknak a rajongóit próbáljuk megszólítani. Nagyon sok Facebook oldalnak a rajongói megszólíthatók hirdetésekkel. Például, hogyha valakinek egy olyan intézménye van, aki mondjuk ilyen festményeket állít ki rendszeresen, akkor meg tud szólítani olyan rajongói oldalakat, ahol másik kiállítóhelyek, nemzeti galéria, vagy művészeknek a rajongói oldalai, akiket a Facebook enged célozni, hiszen ott olyan emberek vannak, akik nagy valószínűséggel érdeklődnek a téma iránt, tehát érdekelheti őket az, hogy nekünk jöjjenek le a rendezvényünkre. Nyilván ezt egy földrajzi célzással összekapcsolva nagyon pontosan azokat az embereket tudjuk behozni, akikre szükségünk lehet. De hogyha nem tudunk megszólítani embereket oldalak alapján, akkor egy nagyon érdekes lehetőség az, hogy érdeklődési területeket ki tudunk kiválasztani a Facebooknál, és itt utalnék vissza azzal, amivel ezt az egészet kezdtem, hogy nyomokat hagyunk a Facebookon. Ha én elmegyek egy weboldalra, ami lovaglásról szól, és be vagyok jelentkezve a Facebookra, akkor a Facebook húz a nevem mellett az ő adatbázisába egy csíkot lát, hogy Lévai Rihárdot érdekli a lovaglás. És hogyha engem meg akarnak szólítani ezek után a lovaglás kategóriába, valószínűleg benne vagyok, meg fognak nekem jelenni a lovaglással kapcsolatos hirdetések is. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, ha esetleg nem találunk másfajta megközelítést, érdemes kipróbálni azokat a Facebook által alapvetően fölkínált kategóriákat, és ennek segítségével az üzenetünket pozícionálni. De lehet nagyon másfajta megközelítési módok, például, hogyha tudjuk, hogy a mi célcsoportunk az milyen telefontípus használ, akár okostelefon vagy butatelefont, ezek alapján is tudunk célozni, vagy még ami talán sokkal izgalmasabb azoknak, akik offline rendezvényeket rendeznek, mint például a mai, hogy ezeket is ki lehet használni arra, hogy megszólítsuk az embereket. Például mindenki, aki ma ide bejött, regisztrált, kitöltötte az e-mail címét, ezeket az e-mail címeket nyilván megfelelő adatvédelmi elvek mellett fel lehet használni arra, hogy a Facebookon is megjelenítsünk hirdetéseket mindenkinek. Nyilván, amikor majd lesz a következő rendezvény, nagyon praktikus dolog, hogyha minket a Facebookon mondjuk hirdetésekkel is értesítenek arról, hogy ugye milyen jó volt ez a rendezvény itt Békésen június 6-án,
gyere el a szeptemberi rendezvényre, mert az aztán még jobb lesz. Ehhez semmi másra nincsen szükség, csak arra az e-mail cím adatbázisra és arra a telefonszám adatbázisra, amit megadott mindenki itt, amikor regisztrált a rendezvényre, de természetesen ezt ki lehet terjeszteni. Tehát, hogyha valaki kimegy valamilyen szabadtéri rendezvényről, szintén adatokat gyűjt azoktól az emberektől, akik oda mennek hozzá, ezeket az adatokat nem érdemes kidobni, ezeket érdemes felhasználni, és utána például Facebook hirdetésekkel felhasználni. Nagyon sok fajta lehetőség van, nem fogok ezekbe mind belemenni. Az a lényeg, amit akarok ezzel csak a hirdetés részébe mondani, hogy nagyon sok praktikus megoldás van. Pár ilyen célzási lehetőséget fölraktam ide egy ilyen kis linkre, úgyhogy akit ez érdekel, az nyugodtan írja föl, és utána jobban ennek utána fog tudni nézni. És most még azért néhány tippet, miután mindenki látott fölírt, a szuper, mondok még néhány tippet, amit a hirdetésekkel kapcsolatos. Még vissza egy kicsit. Igen, tehát amikor hirdetésekbe gondolkodunk, akkor általában legtöbb ember abban gondolkodik, hogy jobb oldalon van egy ilyen hirdetési felület a Facebookon. Ez jó, ez ha valaki jól használja, ez egy jó megoldás, de sokszor hatékonyabb, amikor a hírfolyamban hirdetünk. Vannak a Facebooknak erre egyszerűbb és bonyolultabb megoldásai, van ez a kiemelt bejegyzés, vagy boost post, promote post, különböző módokon nevezi ezt a Facebook, érdemes ezeket használni, hogyha kommunikálunk, ezeket a kommunikációkat eljuttatni több emberhez, és a hírfolyamban jelenítsünk meg hirdetéseket. A Facebookon van keresőhirdetés, a keresőhirdetés, amit kevesen használnak, és talán egy kicsit bonyolultabb, de a keresőhirdetés az egy nagyon praktikus dolog, mert ha valami az emberek fejébe van, és azon a Facebookon is keresnek, nagyon olcsón és hatékonyan fogunk tudni hozzájuk eljutni, de ez olyan téma kell, amiről már sokszor volt szó, hogy olyan téma, ami az embereknek nagyon a fejében van, és tényleg keresnek rá a Facebookon. Nem tudom, hogy árvíz témára a Facebookon keresnek-e, de mondjuk ilyen sorozatokra, meg ilyen valóságsókra, meg egyéb ilyen témákra gyakran keresnek a Facebookon is, és olyankor, ha ezekhez tudunk egy kicsit kapcsolni, például a keresőhirdetés, az nagyon hatékony megoldás. Akkor tudunk igazán jól hirdetni, hogyha konverziókat figyeljük. A konverzió az azt jelenti, hogy nem csak azt figyelem, hogy valaki rákattint a hirdetésemre, általában ezek kattintás alapon működnek a hirdetések, hanem azt is figyelem, hogy utána mi történik azokkal az emberekkel. Föliratkozik-e a rendezvényemnek a jelentkezési lapjára, vagy vásárol-e jegyet mondjuk egy online felületen egy kiállításra, vagy sok-sok egyéb konverziót, hírlevelemre feliratkozik-e, sok-sok egyéb ilyen eseményt figyelhetünk, amit konverzióknak nevezik. Érdemes, aki egy kicsit jobban el akar mélyedni, és hatékonyan, és tényleg költséghatékonyan akar gondolkodni ezekbe a megoldásokba, például a konverziókövetésre odafigyelni. Miért kezdtem a hirdetésekkel? Azért, mert ha valaki már régebb volt a Facebookozik, az tudja, hogy régen valamilyen gyöngyéletünk volt, mert felraktunk egy bejegyzést, és az a bejegyzés az megjelent minden embernek, és futótűzként terjedt az egész történet. Ma már ez nem így van. 1,1 milliárd ember, 4,5 millió magyar, ugye ezek a számok már itt elhangzottak. Nagyon sokan vagyunk már a Facebookon, nagyon sok emberrel és oldallal és alkalmazással és eseménnyel vagyunk kapcsolatban, mindenki hozzánk akar beszélni, és mindenki, ami célcsoportunkhoz is akar beszélni, bármilyen fájdalmas, hogy ki tudjunk tűnni, ezért egyre inkább szükség van a hirdetésekre. Viszont a hirdetés az nem elég. A hirdetéshez, ha Facebookban gondolkodunk, a kommunikációra mindenképpen szükség van, ahhoz, hogy valami eredményt érjünk el. Hogy valami összefüggést írjunk föl ezek között, ahhoz nyilván egyszerű, hogy az eredménynél egy egyenlet lesz, de mi a köze a kommunikációnak és a hirdetésnek egymáshoz. Ezzel kapcsolatban van egy érdekes szemlélet, hogy valakinek rossz hír, valakinek talán nem, hogy ezt egyfajta szorzásként kell elképzelni. Miért fontos ez? Bármilyen ügyesen hirdetek én, bármilyen okosan hirdetek, bármilyen jól célzok, bármilyen jó a hirdetésemnek a kreatívja, ha rossz az az alapkommunikáció, amivel ezt a hirdetést ki akarom egészíteni, akkor gyakorlatilag az egész nem fog semmit érni, és ha már szózásról beszélünk, akkor pár ilyen alapműveletünk emlékeztetően, hogy valóban, hogyha nagyon rossz minőségű az alapkommunikáció, amit hirdetéssel meg akarok támogatni, akkor annak az lesz a következménye, hogy nem fogok akkor eredményt elérni. Tehát először a kommunikációt kell, hogy megtanuljuk, és most éppen ezért a kommunikációhoz fogok néhány tippet megmutatni. Ha valaki sokat Facebookozik, akkor ilyen kis cuki képekkel tele van a hírfolyam, ezzel egészen meg vagyok győződve, kis cicák, kis kutyák, vicces képek, kisgyerek, stb. Miért van ez? Miért van az, hogy ilyenekkel van tele a Facebook oldalunk? Ennek nagyon egyszerű a megfejtése, az érzelmek kiváltásának a lehetősége miatt. Az egész kommunikációnk arról szól,
hogy mennyire tudunk jól érzelmeket kiváltani. Gyorsan le is törlöm ezeket a képeket, nehogy az legyen, hogy én azt mondtam, hogy cicás képeket kell komikálni, mert nem erről van szó, hogy mindenkinek cicás képeket kell felrakni, de életlen se legyen az eredmény. Amit meg kell érezni, hogy érzelmeket kell mindenképpen kiváltani. És bármilyen témában lehet érzelmeket kiváltani, de nem mindegy, hogy milyen érzelmeket váltunk ki. Lehet az érzelem, amit kiváltunk, és ezt egy régi civil szervezetnek készített prezentációhoz készítettem, lehet egy ilyen pozitív üzenetű érzelmet is kiváltani, ez egy ilyen fantáziában megszülető kis 1%-os plakát volt, hogy de jó, 1% és akkor ad nekünk az 1%-ot a mi civil szervezetünknek, szuper. Kérdés, hogy ez lesz a hatékony. Lehet, hogy néha megkökentő dolgokba kell gondolkodni. Ugye? Ez is egy érzelem volt, lehet, hogy nem mindenkinek pozitív, lehet, hogy olyan, ami néhány embernél mondjuk kiveri a biztosítékot, de valószínűleg ez sokkal több embernél emberhez juttatná el ez a kommunikációt, még ha adott esetben negatívan is. Nyilván minden civil szervezetnek el kell dönteni, hogy mi az, ami neki belefér, mi az, ami neki nem fér bele. Majd lesz erre még például érdekes egyébként, mikor én ezt így kitaláltam, azt mondtam, hogy föltaláltam a spanyol viaszt, persze nem, mert utána kiderült, hogy a Greenpeace egy teljesen hasonló kommunikációt csinál, csak ő ezt valami kéményekből oldotta meg, a környezetszennyezésnek mutatott ő egy ilyen nemzetközileg elismert jelet, de hát nyugodtan lehet ezeket feldolgozni. A lényeg az, hogy érzelmek kiváltásába gondolkodjunk, mindenképpen az érzelem az egy nagyon fontos fókusz, amire kell figyelni. A másik, amire mindenkinek nagyon kell figyelni, és itt egy kicsit ki kell, hogy lépjünk a Facebookból, ugyanis a Facebooknál nagyon fontos, hogy a Facebook az nem a miénk. A Facebook az egy amerikai cégnek a saját kis játszótere, és nagyon fontos, hogy ott legyünk, nagyon fontos, hogy ott rendszeresen kommunikáljunk, de ha nem kommunikálunk és nem visszük át más felületekre az embereket, akkor gondban lehetünk. És ugye nagyon szép példákat láttunk arra, hogy weboldalra, blogra, hogyan lehet ezeket úgy integrálni, hogy folyamatosan mozgassuk az embereket. Erre szükség van, csak nem mindegy, hogy hogyan visszük át az embereket. A leggyakoribb, amiben gondolkodnak a kommunikátorok, hogy mondjuk bejegyzéseket írok, és a bejegyzésekkel tudom mozgatni az embereket. Szuper, a bejegyzésekre használjunk linkeket, minél több helyen, erre majd mutatok még példákat. De magán a Facebook oldalunkon is tudunk még nagyon okos példákat vagy linkeket használni. Például a Facebook oldalunknak a már a borító fotója alatt is több olyan felület van, ahol tudunk linkeket használni, amik képesek arra, hogy folyamatosan, ha kommunikálunk, szép mennyiségű forgalmat biztosítsanak nekünk, és nem csak forgalmat, nem csak átkattintást fognak egyébként ezek biztosítani. Ezek nagyon egyszerű, nagyon ingyenes, tényleg egyszerű megoldások, hogy mindenkinek javaslom ezeket, hogy használja, hanem ezekből tényleg konverziók, jelentkezések és mindenféle egyéb megoldások lehetnek, de itt nincsen még vége, ha csak a Facebook oldalunkról beszélünk. Ugyanis a borítóképre, hogyha én rákattintok, a borítóképem az egy kép. A borítóképem mellé ugyanúgy tudok leírást rakni, a borítóképem mellé ugyanúgy tudok linket rakni. És ezek a linkek, ezek ugyanúgy tudnak sikeresek lenni olyan szempontból, hogy tényleg folyamatosan forgalmat tudnak biztosítani. Néha maga a borítókép körül elindul egy ilyen párbeszéd, ami praktikus lehet abban, hogy a forgalmat biztosítsa adott esetben egy weboldalra, vagy egy aktuális kampányra, vagy egy rendezvényre. És nem csak a borítóképem ilyen egyébként, hanem maga az a logó, amelyikhez szintén tudunk linkeket rakni. Ezeket a példákat azért mutatom, mert mi ezt kimértük néhány kampányunknál, és nyilván nem ebből jött meg a látogatásoknak sok-sok százaléka, illetve a vásárlásoknak vagy a jelentkezésnek sok-sok százaléka, de azért ez egy ilyen kényelmes kiegészítés volt, ráadásul mindez nem került semmibe, úgyhogy ez egy, aki Facebookon kommunikál és Facebook oldala van, neki ezt például mindenképpen javaslom. Nagyon gyakran megkapjuk azt a kérdést, hogy mikor kommunikáljunk a Facebookon és mennyit kommunikáljunk a Facebookon, és hát rengeteg infografika, kutatás és mindenféle adat áll rendelkezésünkre, hogy mikor érdemes kommunikálni. És van, aki azt írja, hogy mondjuk szombat délelőtt ne hagyjuk ki, van, aki azt írja, hogy szerda délután a nyerő, más embernek a péntek délelőtt. Érdemes ezeket elolvasni, érdemes ezekből levonni azokat a következtetéseket, amiket magunkkal össze tudunk kapcsolni, hogy a mi cégünknél, a mi intézményünknél, a mi szervezetünknél vajon ez hogyan működik, és utána azt gondolom, hogy nagyon gyorsan érdemes őket félretenni. Mégpedig azért, mert minden Facebook oldalnak és minden célcsoportnak ez teljesen máshoz működik. Mindenkinek azt javaslom, hogy vannak nagyon egyszerűen értelmezhető, nagyon jó kis Facebookos eszközök, illetve mérési eszközök. A LinkedIn-tel van egy cikk, amelyik néhány ilyet leír, ami segít abban, hogy azt értelmezzük, hogy a mi látogatóinkkal mi történik. És az azért fontos, mert velünk előfordul az néha, hogy a két konkurens cégnek kezelünk mondjuk Facebook oldalt, két konkurens cégnek kommunikálunk, és a két konkurens cégnek a rajongói tábora más időben, más jellegű bejegyzésekre, más ütemezésre, más sűrűségű üzenetekre reagál pozitívan. Hiába ugyanaz a célcsoport, hiába ugyanaz a termék, mégis a különböző szokásoknak köszönhetően, a különböző elemeknek köszönhetően ez változik. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy, azt nem is valami, hogy egy amerikai jelentésben olvastam, hogy szerda délután a nyerő, akkor nekem mindenképpen akkor kell, mert lehet, hogy a csütörtök
délután, és hát nyilván ez egy sokkal szofisztikáltabb dolog, mindenkinek az a lényeg, hogy a saját dolgait érdemes használni, ehhez viszont nyilván mérni kell, ahogy mondtam, ebben a cikkben van szó a mérésről, de pár mérési eszközt azt nagyjából mindenkinek a rendelkezésre, hiszen a weboldalunknak a statisztikája, átlagolható cseré statisztikája, vagy a Facebooknak a saját ingyenes statisztikája is jó tudnak lenni, de akár ezek a rövid mintek, amiket egyébként a diákon látni, azok is tipikusan alkalmasak arra, hogy mondjuk forgalomban irányító erőnket tudjuk mérni, úgyhogy ezeket érdemes használni. Itt van néhány jelöltményeket, rövid minket szolgáltató ingyenes megoldás, ezeket javaslom mindenkinek, hogy ezt használja. És hogyha ezt az egészet mind-mind összerakjuk, akkor nézzük meg egy konkrét példát, hogy mitől tud jó lenni egy Facebook bejegyzés. Ahogy mondtam, érzelmeket kell kiváltani, a fényképek az azért jó, mert a fényképeken nagyon könnyű érzelmeket kiváltani, ezt azért valljuk be. És éppen ezért, hogyha nekem van egy jó célom, itt ez egy olyan kampánynak a képét hoztam, ahol az volt a célom családban, körében a környezettudatosságra, mint üzenetre menjünk rá, és ezért a földgolyó a Facebook hírfolyamban egy nagyon szépen megjelenő fénykép volt. És éppen ezért egy jó látványos fénykép, ami kiemelkedik, az mindenképpen egy hasznos dolog. De ne legyünk meg abban, hogy fényképről beszélünk, a fényképre rá tudunk rakni szöveget. Érdemes már magára a fényképre is rárakni egy szöveget. Itt a hirdetésekben is gondolkodunk később, amikor ezt a 20%-os szabályt érdemes betartani. És mellette a szövegben, ami a fényképen megy, ott már rá tudunk menni valami érzelemre, hogy a kíváncsiságát felkelti az embernek, hogy neked mekkora az ő látványod. És ez már lehet egyfajta olyan dolog, amitől rákattint a képre, elolvassa a kép mellett a leírás, ami szintén nagyon fontos, és ami szintén érzelmekre és nagyon röviden próbálja megtalálni, hogy miről szól a történet, és van a linkben, vagy a leírásban egy olyan link, ami aztán oda viszi az ember, ahol mi szeretnék egy weboldalra, egy Facebook alkalmazásba, bár olyan helyre, ahol aztán aktivizálni tudjuk, ahol regisztráltatni tudjuk, ahol el tudjuk adni neki azt, amit szeretnénk, és az eladás egy kicsit tágabb értelemben nézve. Akkor a változatosságról már volt szó, úgyhogy ezt nem is akarom túlragozni, legyen változatos, többféle különböző kép, többféle különböző szöveggel, többféle üzenettel. Ehhez is egy kis segítség a magyarországi márkáknak a legjobb posztjait az első negyed évben gyűjtöttük össze a cikkbe, hogyha valaki tippeket szeretne gyűjteni a nagyobbtól, akkor ez lehet egy kis segítség. És ha már tartalomról beszélünk, és ha már volt videó, bár itt, de ezt bezonnál van egy hangja is, akkor lehet gondolkodni szintén a közöttő tartalomba, ami érdekes lehet. Látta valaki ezt a videót? Sokan látták, igen. Jól olvasatok a szület még, amelyet is ezt látunk. Ez egy vállalkozásnak a videója volt, de nyilván hasonló koncepcióban nyugodtan lehet gondolkodni. Egy hónap alatt 552.000 megjelenést ért el az utó magyar piacon. Magyar számokról beszélünk, igen. Ja, bocsánat, ugye itt az emberek, akik különböző kellemetlen szituációba kerültek a szájukból, ugye hallani nem hallottuk, csak azt lehetett leolvasni, hogy anyád. És ugye kiderült az, ha már olyan sokat gondolunk egymásnak az édesanyjára egész évben, akkor itt anyák napján nekünk meg a sajátunkat van igazi kedvességgel. Ez egy gerilla videó volt, és nagyon hatékonyan működött. Olyan szempontból, hogy egyrészt nagyon sok emberhez jutott el ezt a márkát, illetve olyan szempontból, hogy elég nagy kommunikáció indult, elég sok beszélgetés indult meg ennek kapcsán. Na most ez az is azért is érdekes ez a videó, mert itt azért nem egy ilyen Hollywoodi budzsébe kell gondolni egy ilyen videónál. Nyilván ez egy szépen kidolgozott videóból, de egy ilyen nagyon rövid, nagyon direkt videóval lehet kiváltani egy civil szervezetnek, egy intézménynek is olyan. Nyilván tényleg a mindenkinek a saját image-ét azért mellé kell tenni, illetve végig kell gondolni, mi az, ami beleérik, mi az, ami nem. De néha, hogyha el akarunk érni sikereket, akkor kicsit ki kell lépni a kényelmi zónákból. Aztán mutatok egy másik bejegyzést, ez egy saját bejegyzés, azért saját bejegyzést mutatok én, mert itt számokat is fogok hozzámutatni.
Ez a bejegyzés ez azért érdekes, mert ennek ez egy olyan bejegyzés volt, amelyik információkat tartalmazott, Facebook tréningeket tartunk, és a hirdetésekkel kapcsolatban raktunk föl egy ilyen kis segítséget, hogy milyen Facebook hirdetéstől milyen eredményekre számíthatnak az emberek. Ennek a bejegyzésnek igazából a célja ettől függetlenül nem csak az információ átadás volt, ennek az információ az is a célja volt, hogy egy beszélgetést generáljunk az oldalunk mellett, illetve az is a célja volt ennek a bejegyzésnek, hogy a tréningeknek a jelentkezési lapjára elvigye az embereket, és ott jelentkezzenek is ezekre a fizetős tréningekre. Nézzük meg, hogy ezt hogy sikerül megoldani. Ugye az volt a lényeg, hogy egy olyan kérdést tettünk föl, amire megpróbáltuk befogni az embereket, hogy választuljanak, neked melyik hirdetési kusőd, és el is kezdtek beszélgetni, el is kezdtek hozzászólni, megosztották, lájkolták, stb. Úgyhogy ez a cél, ezt valamit nem teljesítettük. De a fő cél az volt, hogy itt is, ahogy ezt már a példákban mondtam, raktunk egy linket a bejegyzésnek a leírásába, ahova a tréningnek a jelentkezési lapjára vittük el az embereket, és nézzük néhány számot, hogy hogyan sikerült ez. 641 ember tudtunk ezzel az egy bejegyzésre átvinni a jelentkezési lapra. Körülbelül 6000 ember lépett valamilyen interakcióba ezzel a bejegyzéssel, közül 641 volt az, akit átvittünk a jelentkezési lapra. 510 újrajongót hozott, ami igazából csak egy ilyen bónusz volt, amire különösebben nem a célunk volt, ez egy ajándék volt. És mindössze 16000 forintot költöttünk erre a bejegyzésre, és úgy, hogy ezt a 16000 forintot ezt több hónapon keresztül elosztva használtuk föl, mert ez gyönyörűen megtérült, többszörösen megtérült a jelentkezéseknek köszönhetően. A példát ezt azért hoztam el, hogy nem 100000-es meg milliós költségbe kell feltétlenül gondolkodni. Egy jó koncepció, egy jól felépített tartalom, jól felépített konverziós értékesítő oldal, az gyönyörűen képes arra, hogy akár ilyen pár tízezer forintból is hozzon nekünk fizető vásárlókat. Tehát itt nem ennyi nyereses idő volt szó, hanem itt fizetős vásárlókról volt szó. Úgyhogy nyugodtan lehet ilyenekben gondolkodni, csak ezt felépíteni. Ez a hirdetés egyébként más sajnos nem úgy, hogy ezt a képet már nem tudjuk sajnos hirdetésként használni, de hasonló elvek mentén használunk újabb képeket, amik ugyanilyen szép eredményeket tudnak hozni. De mindenkinek javaslom, hogy ezt a folyamatot ő végig gondolja, akkor ők belőle lesznek eredmények. És ha már folyamatokat is szóba hoztam, folyamatokat egy nagyon érdekes lehetőséget biztosítanak nekünk. Nagyon sokan úgy gondolkodnak itt a közösségi kommunikáció és a Facebookban, hogy vannak valamilyen Facebook oldalon, amikor kommunikálok. A kommunikálom és akkor elviszem a hirdetésekkel, illetve a kommunikációval az embereket utána egy felületre, egy értékesítés felületre, és tényleg itt az értékesítést is ismét itt tágabb értelemben használva, ahol én információt akarok átadni, ahol jelentkezhet mondjuk egy rendezvényre, hirdetőre feliratkozni, stb. Valami tényleg optimizációt várok el az emberektől, és aki ezt a folyamatot megcsinálja, és ezt szintén mindegyik elemet ügyesen használja, neki nagyon jó eredményekre számíthat. De szóba kerültek már itt a blogok, és akkor ezt a blogos témát én is előveszem. Ha nekem van egy olyan blogom, ahol rendszeresen adok információkat az érdeklődőknek, és ez lehet egy intézménye, vagy egy kiállítással kapcsolatban, megérkeztek a képek, elkezdtünk fölrakni, itt volt a festő, akivel készítettünk egy riportot, és milyen volt az első napi visszhang, hogy írtak rólunk az újságba, és rendszeresen adunk információkat, bármilyen területről lehet rendszeresen információkat adni, ami érdekli az embereket. Ezeket az információkat sokan el fogják olvasni, hogyha mi ezt ügyesen kommunikáljuk, illetve ügyes stílusba írjuk meg, és ezeknek az információknak a mentén, ezeknek az információk mellett, illetve ezekben tudunk olyan linkeket vagy hirdetéseket, bannereket berakni, aminek köszönhetően átmennek az emberek a értékesítés oldalunkra, és utána jönnek a vásárlásba. Nagyon egyszerűen belerészt tettük ki az alapkommunikációt, beraktunk egy rendszeresen frissítő elemet, és az nagyon egyszerűen, ez nagyon hatékony, nem véletlenül van itt az elkérdés a vonal vastagságban, nem rondottam el a rajzot, amikor csináltam. Ez tényleg arról szól, hogy egy ilyen kis plusz elmet berakunk a kommunikációnkba, onnantól fogva akár a többszörösét és sokkal kisebb költségen tudjuk hozni. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom az előttem szólókhoz hasonlóan, hogyha még nincs olyan rendszeresen frissülő felülete, ahol tud rendszeresen kommunikálni az emberekkel, ezt tegye meg. Nyilván ez egy plusz munka igénye van, tehát hallottunk ötleteket arra, hogy hogyan lehet ezt bevonni akár külső segítséget. Másik nagyon fontos dolog az az, hogy ne feledkezzünk el a külső lehetőségekről. Ne feledkezzünk arról, hogy ide is, amikor bejöttem ide a házba, itt egy falfogadótól különböző plakátok voltak fönn, és szórólapok vannak, és mindenféle olyan felületek vannak, amik offline jelenek, és azt mondom, hogy ezeket nem lehet kihagyni igazából a kommunikációban, azt, hogy legyenek offline jelenek, bármilyen célcsoportról is beszélünk. Ezeket használjuk arra, hogy... Igen, visszamegyek. Ezeket használjuk fel arra, hogy
mit is irányítsuk a forgalmat. Nagyon fontos viszont az, hogy senkinek tegyen föl egy szórólapra vagy bármilyen felületre egy olyat, hogy keresd minket a Facebookon is kész. Tehát ezt önmagában felejtsük el, vagy sokan azt csinálják, hogy csak beraknak egy Facebook logót valóban a prospektusnak az aljába, ilyen nincsen. Mindenkinek azt javasolja, hogy a Facebook oldalának a pontos címét rakja be, azt, hogy facebook.com per valami, ami az ő oldalának a pontos neve, és ez a rövid név legyen, ne az legyen, sok oldal nem teszi meg azt, hogy lefoglalja azt, hogy facebook.com per mondjuk FBT-tek, mondjuk nálunk a rövid név, hanem egy olyan hosszú nevű, hogy facebook.com per pages per 1-2-3-5-6-7, és egy nagyon-nagyon hosszú kód, és néha látjuk ilyet szólalkon is egyébként. Nem szabad, mindenki foglalja rá magának a rövid nevet, és ezt a rövid nevet rakjuk rá a szórólapra, hogy miért csatlakozz hozzánk, azért csatlakozz hozzánk, és itt találsz meg minket a Facebookon a pontos címmel. És hogyha ezek kerülnek ki a plakátokra, akkor ezeket, hogyha kirakjuk a plakátokra, akkor ezekből is lehetnek nekünk szépen kényelmesen újra új rajongók. Nyilván minden intézménytől, rendezménytől, vagy helyszíntől függ, hogy a cégtől, szervezettől, hogy ki mit tud felhasználni. Vannak olyanok, akiknek több lehetőség van, hogyha mondjuk én egy előadást szerveznék a minden szintre rakom egy szórólapot, ahova ezt rárakom egy kuvárkóddal együtt, mágóvilon is sokan lesznek a követői annak a szervezetnek, akinek kell. És ez egy nagyon fontos dolog. És hogy mennyire fontos erre, hogy még egy ilyen kis folyamatábrát felrajzoltam. Ez a felső szűrt, amit adja látni, ez azt próbálja bemutatni, hogy van nekünk egyfajta Facebook kommunikáció, vannak Facebook oldalon, van nekünk Facebook hirdetésünk, vannak Facebook eseményünk, mondjuk ennek az eseménynek. Ezeken kommunikáljuk azt, hogy gyere el hozzám majd valamikor, amikor offline leszel, gyere a rendezvényedre, a kiállításokra, bárhol gyere el. Adott esetben használom még a kommunikációhoz különböző offline elemeket, mint szórólapokat, vagy találtam egy ilyen jópofa kuvárkódos zászlót, ilyeneket is használom a kommunikációban. És mindegyiknek az a lényeg, hogy megpróbálunk vele megtölteni a rendezvény helyszínt, de ez nincs vége a folyamatnak. Ez a közel sincs vége a folyamatnak, mert azt, hogyha itt magán a rendezvény, itt is felhívjuk az emberek figyelmét, hogy gyere és itt csatlakozz hozzánk, főleg, hogy rendszeres eseményről van szó, akkor ebből már még plusz kapcsolatokat tudunk kialakítani. Úgyhogy semmiképpen semmi szabad lebecsülni az offline helyszínek, és éppen ezért még ezekről egy pár szót kell, hogy beszéljek. Ugyanis mobiltelefonokról ma még kevés szó volt, de jó tudni azt, hogy ma már Magyarországon ilyen 3,5 millió környékén van a mobil internet előfizetéseknek a száma. Ez körülbelül másrészt annyi, ha jól emlékszem, itt a vonalas internet előfizetéseknek a száma, óriási számokról beszélünk. És van egy ilyen bő 2 millió ember Magyarországon, aki az okostelefonját már okostelefonként használ, és internetezik az okostelefonját. Ez egy, ha jól emlékszem, Facebookon olyan 300 ezer környékén vannak azok Magyarországon, akik csak mobiltelefonról használják a Facebookot, és azt a ligéten laptopon már nem is lépnek be. Úgyhogy maga a mobil jelenlét az nagyon fontos, egyre fontosabb, úgyhogy nem szabad ezt kihagyni a képből, úgyhogy mutatok is erre pár képet, hogy ez hogy néz ki. A cégünk környékén megnyitottam az okostelefonon a Facebookot, és nagyon sok helyszínt találunk ott, mindenhol nagyon sok helyszínt találunk, amit létrehoznak az emberek. Sokszor anélkül egyébként, hogy erről magunk a helyszínt tulajdonosok tudnának, és ez egy nagyon érdekes kérdés. És nagyon sokan használják ezt, hogy bejelentkeznek. De hogy mennyien használják, például az edukáció kiállítás, 4200 ember volt, aki ezt a kiállítást lájkolta, és 1290 ember volt, aki bejelentkezett arra a helyszínre. Vagy az okostelefonjáról, vagy a laptopjáról, de nagyon sokan voltak, akik tényleg bejelentkeztek erre. És azért érdekes ez, mert ha bejelentkezek valahova, akkor ezt adott esetben az ismerőség látják. Nem csak az ismerőség tudják ezt látni, hanem ezt hirdetésként is fel tudom használni, tudom azt emelni. Hogyha nekem egy olyan rendezvényem van, több napon át tart, akkor a bejelentkezésekkel tudom behozni új embereket a többi napon, vagy a többi heten, vagy a következő rendezvényeken. Úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, hogy például nem csak a szólalat, nem csak azt írom ki, hogy itt tudod lájkolni a Facebook oldalakat, hanem emlékeztetem őt arra, amit kiraktam a szépre szólalatot, hogy és jelentkezve itt a mobiltelefonról a Facebook eseményünkbe is, vagy a Facebook helyszínünkbe is, mert az nekünk jó lesz, nyilván nem azt kell nekik mondani, hogy nekik az jó lesz, de érdemes őket folyamatosan emlékeztetni arra, hogy jelentkezzenek be, hiszen itt nagyon drasztikusan meg tudjuk növelni ennek a számát, és utána pedig a kommunikációban ezt fel tudjuk használni. Nagyon fontos, hogy a Facebook eseményeket használjuk. Ugye ennek a rendezvénynek is volt egy esemény a Facebookon. Azért érdemes a Facebook eseményeket használni, mert a Facebook események azok gyakorlatilag egy plusz oldalként funkcionálnak. Facebook eseményre, hogyha én kilop az esemény gazdaként egy üzenetet, akkor az ugyanúgy megjelenik a hírfonalba az embereknek, plusz egy kommunikációs felületen van azokhoz, akik ezután az esemény után érdeklődtek. Van ennek saját borítófotója, az eseményt tudok hirdetni,
az eseményhez speciális megoldásokat tudok kapcsolni. Például az eseményben be tudok rakni egy kérdőt, ami a jegyvásárláshoz vagy a regisztrációhoz visz. És ha valaki bejelölt, hogy ő részt vett ezen az eseményen, mint ahogy látható, hogy egyik ismerősem bejelölt, hogy ő megy erre a nem tudom milyen rendezvényre, így lehetne mellette egy link, ami rögtön a jegyvásárláshoz visz engem. És nem csak az asztali verzióban, hanem a mobil verzióban is megjelenik, és mint ilyen tudja terjeszteni a rendezvényünknek a hírét, úgyhogy érdemes ezeket a közösségi lehetőséget ügyesen kihasználni. És tényleg ezek működnek is erre a megnyitóan ennek az óriás kerének a megnyitójára, hogy tényleg Facebookon értesültem, és utána láttam sok ilyen jelölésre, hogy ők már pedig ide mennek, mert őket az érdekli. Nem biztos vagyunk, hogy egyéből vagy újságból, vagy bárhonnan erről értesültek, hanem a Facebookból csak annak köszönhet, hogy az ismerősök elkezdték megosztani, és ennek köszönhetően elkezdett terjedni ez a dolog. És vannak más lehetőségek, amiket ugyan a Csaba azt mondta, hogy hát ezek itt Magyarországon nyílunk, vagy már, vagy nem igazán működnek, de ha nekünk a célcsoportunk olyan, azért érdemes elgondolkodni ezeknek a használatán. Mi kettőt emeltem ki, az Instagramot és a Foursquare-t. Miről szól mind a kettő? Csak okostelefon, vagy elsősorban okostelefon alapú megoldásokról van szó. A Foursquare ugye tényleg arról úgy működik, hogy én, ha egy idegen városban vagyok, két van a Foursquare, és melyik étterembe akarok menni, akkor segít a választásban az, hogy ki hogyan értékelt ezeket az éttermeket. Nem sok ilyen Foursquare felhasználó Magyarországon egyébként, mert ilyen 40 000-es, 50 000-es létszám az, aki aktívan használja magát a Foursquare alkalmazást, de ha nekünk a célcsoportunk ebbe beletartozik, akkor érdemes ebbe gondolkodni. A másik az Instagram, amit sokkal többen használnak valószínűleg, ez egy nagyon egyszerű kis fénykép megosztó dolog. Hoztam két képet, amik rendezvényeken készültek, az egyik egy koncerten, a másik egy színházban, mint bárha, hogy az ember, hogyha a színházból be tudjon menni. Nagyon sokan használják ezt. A színházszóra több száz fénykép van csak erre a színházszóra, a koncertszóra meg több ezer fénykép volt, amit így címkéztek fel az emberek. Úgyhogy ha nekünk a célcsoportunk olyanokból tartozik, akik ezt használják, akkor ezt aktívan is lehet, akár ösztönözni is lehet őket, hiszen ha mondjuk nekem van egy szoborkiállításom, miért nem mondhatnám azt, hogy csináljátok a szoborkiállításon a képeket, és akkor ott valami jelenlegi játékot szervezek ennek kapcsán, hogyha ez a szoborkiállítás mondjuk a célcsoporton szeresmesésen találkozni mondjuk az Instagram felhasználókkal, úgyhogy ezeket például érdemes így használni. A Foursquare pedig gyakorlatilag arról szól, hogy kinyitom a telefonomat, és látni fogom azt, hogy a környezetemben különböző helyszínek versenyekre mennyien jelentkeztek be, és úgy illetőet hoztam, amik nem feltétlenül cégekhez kötődnek, illetve nyilván cégekhez, de ilyen eseményekhez, mint a testébresztőn, vagy mondjuk a HVG álláspérze, ahova aktuálisan nagyon sokan jelentkeztek be, de egyszerűen vannak ilyen különböző trendfigyelő alkalmazások, amik gyönyörűen megmutatják, hogy például a fővárosi szakmai könyvtárban is nagyon sokan jelentkeznek be, ami azért nem az a típus trendi hely sokszor, de mégis azért tudnak itt szép számok lenni, tehát azért tudják használni az emberek ezeket a megoldásokat. Úgyhogy én azt javaslom, hogy az ilyen speciális dolgokban is érdemes elgondolkodni, ha tudjuk azt, hogy nekünk a célcsoportunk az ott van, ezen is mutatás nyilván igényel egy kis felmérést az elején, akkor érdemes ezeket használni, mert nagyon szép eredmények tudnak ebből jönni, hogyha ezt tudjuk használni. És szóba került még itt az elején a Google Plus, ami egyfajta ilyen jövőt tud nekünk mutatni arra, hogy egy ilyen rendezvényen, ahol vagyunk itt, milyen lehetőségek lennének, hogyha mindenki például ezt a rendszert használná, hiszen ezt a rendezvényt, hogyha a Google Plus-ban mindenki jelenik és mindenki használná, akkor ez úgy működne, hogy egy közös naptárba jelenik meg, amit mindenki lát a saját naptárában, mindenki az okostelefonján bejelentet tud ide jelentkezni, amikor készítünk a fényképeket, azt egy közös hívfolyamban látjuk, és a végén egy nagy közös naptárban látjuk ezt az egészet, és így az online és az offline világ teljesen át tudja fogni egy egész rendezvénynek a spektrumát. Én azt gondolom, hogy ez még inkább a jövő, ezt tényleg nagyon sok felhasználó kell, inkább ezt azért mutatom meg, hogy milyen lehetőségek vannak a későbbiekben rendelkezésünkre állni. Miről szól az egész történet, miért jó ez az egész nekünk? Ez valami eredményt ettől az egésztől várunk. És milyen eredményt várunk, ezt hoztam egy grafikát, az Indexon napirajzban jelent meg, tegnap ma már árvíz, ugye ez is árvízzel kapcsolatos, amikor is ugye ott a számítógép olvasat, hogy a felirat felolvasott gyorsan kis számítógépre a srác kérdezni, hogy na, ki ez ilyenkor, amikor hopogtattak, mi az gyerekek, durva retroveszik partit, mivel az emberek ilyen hobbicsizmákat és egyéb időfelszerűséget viszelnek, és azt mondják, hogy nem, jön a Duna, megyünk homozsákokat tölteni, minden segítségre szükségünk van. Mi erre a válasz? Semmi gond, oké, megcsinálom a Facebook eseményt, és egy nagyon jó posztot a blogra is.
igazából itt azt próbáltam felhívni erre, hogy azért hoztam ezt a képet, mert egyrészt elpármizés hozzá is. Másrészt pedig azért, mert nyilván nem arról szól ez a történet, hogy most itt a Facebookon belül mozgassuk az embereket, és a Facebookon belül érjünk el eredményeket, mert nem ezt szeretnénk mi elérni. Általában az a cél, és teljesen betű cégről van szó, civil szervezetről van szó, miről van szó, az a cél, hogy valamilyen eredményeket érjünk el, és itt különböző eredményeknek gondolkodhatunk. Eredmény lehet például az, hogy mondjuk növeljük a bevételünket, vagy támogatjuk az értékesítést. Ha én egy rendezvény vagyok, azt, hogy mennyivel tudom megnövelni a jegyeladásokat egy festmény kiállításra, egy szobor kiállításra, vagy bármilyen előadásra, nyilván az egyáltalán nem mindegy. Vagy akár az is egy érdekes kérdés lehet, hogy mondjuk azt a hirdető adatbázist, aminek utána később évben fogok tudni értékesíteni, vagy kommunikálni, milyen kis költségen fogom tudni használni. Ezek is lehetnek eredmények. Nagyon sok fajta különböző eredmény lesz, most nem fogunk mindenkihez versenyt, egyszerűen elsősorban azért nem, mert csináltunk ehhez egy kiadványt, ahol 22 különböző olyan folyamatot gyűjtöttünk össze, egy teljesen ingyenes kiadvány erről a linkről le lehet tölteni, ami abban segíthet, hogy ötleteket adjon, hogy ki, hogyan és milyen módon használta a Facebookot, a Foursquare-t és egyéb megoldásait a közösségi médiában, és tényleg nagyon sok mindenről nem beszéltünk, mert például egy eseménynek a szervezéséhez nagyon sok minden megoldás van a meetup.com, Eventbrite-on, de gyakorlatilag az online jegyvásárlást is nagyon kicsi költsége meg lehetünk mondani. Tehát nagyon sok mindenfajta megoldás van, amiket a közösségi médiának köszönhetően tudjuk használni, és ezért is azt javaslom mindenkinek, hogyha egy kicsit is érdekli ez a dolog, hogy hogyan tudjuk ebből eredményeket elérni, hogy milyen eredményekre számíthat, akkor ezt olvass el 50 oldal vagy 80 oldal, és nagyon sok hasznos információ van benne. Körülbelül ennyit akartam elmondani hízek, illetve példát jelent. Még pár dologra azért rezektálnék itt az előző előadásban. Volt arról szó, hogy nekünk mindig ki kell találnunk a spanyolgi azt, és milyen jó, amikor van egy ilyen zseni, aki azt mondja, hogy rakját tudta a szója helyett a bűtőbe, és tényleg ez egy nagyon jó dolog, ha van egy ilyen zseni. Ha nincs ilyen zseni, mert azért vagyunk, de hogy ez előfordul, akkor viszont az a jó, nem az tudom lenni, hogyha megnézünk példákat, főleg más területről példákat. Olyan példákat, amikor látjuk, hogy mások ugyan alkalmazták sikeresen ezeket a megoldásokat, és ezeket megpróbáljuk megfordítani a saját nyelvünkre. Ebben mondjuk ez a közösségi kalandozások tanítjuk is segíteni, vagy pedig olyan folyamatokat tapasztalunk meg, mint a blogpénz a közösségi médiába elektronikus könyvünk jelenített területre. Még egy dolgot mondanék, hogy amit ha más nem is tudunk megtenni, mert tényleg azért ez plusz idő kell, de ami az előző, hogy próbáljuk jelen lenni, és próbáljuk követni azt, hogy mi történik rólunk. És nagyon sok, nagyon könnyen előfordul az, hogy mi azt mondjuk, hogy én nem akarok a közösségi médiába fönt lenni, mert nincs nekem erre az időm, erre az egészre. De sokszor látjuk azt, hogy mi nem vagyunk fönt, de minket fölraktak. A vásárlók, a helyszínlátogatók, a rendezvénylátogatók, minket felraktak a közösségi médiába, és sokszor nem is tudnak róla. Nagyon sok vagy közösségi állazatban van a speciálisan például szállodáknak, étterneknek értékelő ilyen közösségi állazatokat TripAdvisor, és vannak olyan éttermek, ahol ilyen 120 negatív bejegyzés van egy magyarországi étteremről, 120 olyan, ami azt mondja, hogy milyen rossz az étterem, milyen rossz az étel. Kérdés az, hogy az az étterem tud-e arról, hogy róla ilyen negatív dolgokat írnak, és lehet, hogy nagyon sok forgalomtól esik elő, csak annak köszönhetően, hogy milyen véleményeket írnak róla az emberek. Nyilván nem tudunk egyszerűen mindenhol hozzá, hiszen mindenkinek végesek az előforrásai, de legalább annyit érdemes belerakni mindenkinek a kommentjébe, hogy igyekszik követni ezeket a közösségi média felületeket, és ha azt látja, hogy róla beszélnek, ezt akár aktívan is lehet elérni, ilyen különböző egyszerű figyelő megoldásokat tudok kialakítani, ha azt látja, hogy rólam beszélnek, hogyha hozzánk kötődő dologról van szó, akkor viszont már azért szóljunk bele az a beszélgetésbe, akkor már menjünk fel azt a vonalat, és utána pedig azok a megoldások, amikről szó volt én gyakorlatilag, hogy mit kommunikáljon, mikor kommunikáljon, hogyan kommunikáljon, hogy használjuk képeket, érzelem, stb. Utána már ezeket aktívan érdemes használni. Ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és hát mit kívánok egy másik eredményes közösségi marketinget és sok-sok olyan sikert, amit ebből az egészből kihatott benne.